Ma a harmadik magyar Battery Day alkalmával az akkumulátorkárosult civil szervezetek a Marriott Hotel előtt tiltakoztak, és egy fontos bejelentést tettek. Az akkumulátoripari bővítési tervek és a már épülő létesítmények több településen heves lakossági ellenállást váltottak ki a már működő gyárak elrettentő példái nyomán. Az állampolgárok Magyarország minden pontján érthető módon ragaszkodnak egészséges és biztonságos környezethez való jogukhoz és a körülöttük élő ökológiai rendszerek hatékony védelméhez. Mert ezek alapvető alkotmányos jogaink. Az akkumulátor károsult települések igazáért szövetség, röviden akár te is ernyőszervezet, 13 település 11 civil szervezetét fogja össze egy csapatba. Mi azért csatlakozunk ehhez a szervezethez, ehhez az ernyőszervezethez, mert azt gondoljuk, hogy akár te is lehetsz áldozat, de akár te is lehetsz hős. Kinek a hőse? A gyermekeidnek a hőse, aki azt a környezetet, amiben majd felnő, megtartod egészségesen, élhetően, olyan helynek, ahol öröm élni. Azért hangsúlyoztam ki az akár te is formulát, ugyanis az ernyő szervezetünknek ez lett a neve, ugyanis az akkumulátor károsult településekről lett akár te is rövidítése ennek a szervezetnek, és ezért hangsúlyozzuk folyamatosan ezt, de abszolút érezzük benne a szimbolikát és az analógiát is. Mire számíthatunk mi ettől a magyar államtól? Fog-e ez a magyar állam képviselni minket? Téged. Mert ne felejtsük el, hogy mindannyian érintettek vagyunk abban az őrületben, abban a hagymázos őrületben, amit magyar akkumulátor stratégiának neveznek. Akár te is lehetsz a következő, aki részesül benne. Vagy akár te is. Az akár te is egy olyan szövetség, amelyben különböző civil szervezetek kezdtek összefogni. Mert külön-külön kicsik vagyunk. Külön-külön csak egy kis egység, egy kis sejt. De egyre többen vagyunk, egyre több embert vonzunk, és egyre több ember hallja meg a hangunkat. Ha összefogunk, még nagyobb erővel tudunk ezekre a dolgokra figyelni, hatni, egymást segítve, támogatva, erősíteni. Mi most itt eldramatizáltunk egy nagyon súlyos, veszélyeztető szabálysértést. Nyilván azért volt párhuzamosan felolvasva az a rengeteg sok kiközadat igényelt szabálysértés, hogy az emberek vizualizálni tudják, hogy hogyan történnek ezek a dolgok. Komáromba az SK akkumulátorgyárba két egymást követő évben szinte hónapról pontosan történt olyan eset, hogy több mint 10 dolgozót szállítottak kórházba súlyos mérgezés miatt. Vannak olyan emberek, akik hónapokon keresztül szenvednek az orrvérzéstől, a rosszul léttől, és nem is mindenki bírja. Tehát ezt a fajta munkát, amit ezek a munkások végeznek, nem lehet éveken át hosszú időn keresztül végezni.